Penészek község település vezetőjeként, amikor megláttam a felhívást Oscar-díj pedagógus jelölésre, akkor rögtön tudtam azt, hogy Hajdó Henriette az a személy, aki méltó erre a díj jelölésre, illetve elnyerésére, ugyanis 18 év él a településen, ahol olyan tevékenységet folytat, amely példaértékű minden gyerek, pedagógus és szülő számára is. Köszönöm, hogy itt tanít, és a barátja is lehet. Nagyon köszönöm Kenik Sándorén polgármester asszonynak, hogy rám gondolt a jelöléssel. Az életemnek az egyik legszebb, legmeghatározóbb élménye. Talán alátámasztja mindazt, ahogyan élek, illetve nap mint nap, hogy mit teszem. Kenik Sándorné polgármester asszonynak 18 éve ismerünk egymást. Büszke vagyok arra, hogy a barátomként is tekinthetek rá. 18 év alatt egyetlen egyszer sem fordult a fejembe, hogy Penészeket itt hagyjam. Az itt élő közösség, összetartása példaértékű lehet mindenki számára. Az Encsencs Penészek Nyírvasvári Általános Iskola intézmény vezetője vagyok. Hirtelen soknak tűnik a három intézmény felsorolása, de úgy gondolom, hogy az itt élő közösség, az itt dolgozó pedagógusok munkássága is példaértékű. Számunkra elsődleges helyen a gyermek áll. Nekem a középpontban a tehetséggondozás. Vallom, hogy mindenkinek ott van a tehetség, csak fel kell ismerni benne. Lehet például valaki gyengé képességű tanuló, de mégis nemzetközi, országos képzőművészeti pályázaton első helyezést éri el. A Máté Szalkai Tankerületi Központhoz tartozom. Büszke vagyok arra, hogy bármilyen segítséget, illetve támogatást megadom a számunkra. Tanévente a gyerekekkel 100-150 pályázaton veszünk részt. Általában élményezőjében végeznek. Amikor azt látom, hogy a gyermek boldog, a csillogó szempár rám néz, egyszerűen leírhatatlan ez az érzés. Amikor nem azt hallom, hogy jó reggelt igazgató néni, hanem azt, hogy jó reggelt Feli néni, szívemet, lelkemet melengető. Ha rosszabb a kedvem is, de mihez belépek reggel az iskolába, valami varázs fog energiát. A gyerekekért élek. Már gyerekkoromban tudtam, hogy vagy óvónéni, vagy tanítónéni leszek. Őket követve, ahogy a pici koruktól felnőnek és a középiskolában egyetemben helytállnak, és az egyetemi korukban is megkeresnek, akár privátban, egyszerűen felülmúlhatatlan érzés. Együtt dolgozva ezekkel a kollégákkal nap mint nap, a hátrányos helyzetű gyerekekkel, nagy erőfeszítést igényel, de szívünket, lelkünket belerakva végezzük minden nap. Egyszerűen szeretem a munkámat. Úgy érzem, nekem nem szakmám, hanem hivatásom van.